Hát ami eddig se volt éppenséggel vidám a beszélgetésünk, de most itt a dialógusunk végére egy olyan kérdést kötelező feltenni, hogy így fogalmazzak, ami a tegnapi napon azért a honi médiát hát eléggé megmozgatta, és ami veled kapcsolatos. Igen. Ha röviden össze akarom a kedves nézőknek foglalni, akkor ugye egy olyan eseményről van szó, egy olyan páros jelenetről, ami közted és egy kosárlabdázó hölgy között zajlott le. Ezzel kapcsolatban mi az, amit el szeretnél mondani? Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik dolog az, hogy kérem értse meg mindenki, hogy nagyon kényes ez a helyzet, és nem szeretnék nyilatkozni semmit, amíg ez a hivatalos eljárás és minden ehhez kapcsolódó procedúra le nem zajlik. Ez az egyik dolog, ehhez tartom magam. A másik dolog pedig az, hogy szeretném most bejelenteni, hogy amíg ez a vizsgálat tart, addig mindenképpen, és ezzel a pillanattal én lemondok a csapatkapitányi posztomról. Ez ettől a pillanattól él, ez most a Simon Lacira szállt át, ő a nyáron megválasztott második csapatkapitány, ő kapta a második legtöbb posztot. Így állunk jelenleg. Én azt szeretném kérni az összes szurkolótól, szimpatizánstól, hogy Simon Lacit ugyanúgy támogassák ebben, mint ahogy engem támogattak, és ezt nagyon köszönöm. Nagyon nagy szüksége van neki is, és az egész csapatnak is, hogy mellettünk álljanak továbbra is. Ez a döntés, ha jól értelmezem, amit mondtál, átmeneti jellegű? Egyelőre ez természetesen átmeneti jellegű. Egyébként azt is mondtad, hogy amíg a vizsgálat zajlik. Zajlik valamilyen vizsgálat? Én hivatalos értesítést még senkitől nem kaptam. Klubvezetővel beszéltem, szüleimmel, családommal beszéltem erről a dologról. Fontos dolgok fognak eldőlni egyébként a napokban, én úgy gondolom. Kiváljuk a végét ennek, és utána majd remélem, hogy minden tisztázódik. Nagyon fontos mérkőzések várnak a Falkor, elég csak az Alba Kompra gond, de Alba Fehérvárra gondolnia, vagy a Sopronra. Ilyen lelkiállapotban, mint amiben most te vagy, milyen mértékben tudod majd a csapatot segíteni? Nagyon nehéz most a helyzet. Nagyon nagy hullámvölgyekben érzem magam néha. Elég kellemetlen ez a helyzet most, csapatnak is, és nekem is. Vizsgáim vannak, éppen arra is nagyon komolyan kell tanulnom, ez is nagyon sok erőmet leköti. A csapatnak jobbnak kell lennie, ebben nekem is nagy szerepem van. Én minden tőlem telhetőt és az erőmből, ami kijön, azt meg fogom tenni továbbra is. Én kérem még egyszer a szurkolókat, hogy csapatot mindenben támogassák. Mi viszont azt kérjük majd tőled akkor, amikor már ez a vizsgát lezárult és van eredménye, akkor mindenképpen számítunk arra, hogy a Szombathelyi Televízióban elmondod majd a te álláspontodat. Erre kérhetünk? Kérhetek ebben. Oké. Köszönöm szépen, hogy befáradtál és megosztottad ezeket a gondolatokat velünk.